Műsorunk együttműködő partnere az Íveld. Hegesztésben a csúcson. Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Félelem Nélkül. Végre már szlalom versenyre jöttünk, mégpedig az első Delta Hungária építő kupára, Alsó-Zsolca mellé, az iparterületre. Van egy avasi Chemblock pályánk, úgyhogy jöjjön az összefoglaló, jöjjenek az interjúk. Tartsatok velünk, szenzációs adásnak nézünk elébe. Ugye túl vagyunk az első körön, mik a tapasztalatok, mennyire szimpatikus maga a pálya kialakítása? Mert egyébként azt lehet látni kívülről, és azt tapasztaljuk, hogy pont egy ilyen kis autóval lehet egy jó eredményt elérni. Szerintem ez a kis autó ugye tökéletes, és jó elfordul a kis szűk helyeken is. Aztán itt ezt az autót nem kell félteni, nyugodtan lehet ütni, hagyj menjen, aztán ez itt tökéletes ide. Jó, lehet vele autózni, ahhoz képest, hogy kis gyári Suzuki, nagyon jó tempót lehet vele menni. Édesapád tanácsait betartva próbálsz meg autókázni, vagy most már mész a saját fejed után? Az elején még természetesen betartottam. Meg okoskodott, mi? Mindig persze betartom, mert ő hát mégiscsak tapasztaltabb, hát 20 év van mögötte. Persze mindig betartom, de próbálok mindig magamtól is rájönni, hogy hogy lenne itt jobb elfordulni, mégis mi a jó. A kéziféket használjuk-e bizonyos elfordításkor, vagy inkább csak megpróbálunk tényleg precízen, ortolósan menni? Nem értsd jól, amit mondok. Persze. Hát mikor, hogy? Amikor kicsit többen ízott hátul, ráhúzom a kézit, hagyd menjen le a hátra egy kicsit, de itt a csalakosnál próbálom úgy, hogy ortolósan. Mennyire szimpatikus az, hogy tulajdonképpen úgy van kialakítva a pálya, hogy be kell menni egy hangárba, és ilyen kicsit Chemblockos feelingje van. Nagyon-nagyon jó. Hát szinte Chemblockot lekörülöttem. Meg. Jöttem, rárúgtam, kész, vége. Csak így tovább, hogy ezt hozzá szeretjük. Hány éves vagy? 16. De jó neked, Istenem! Irítskedek! Fekszik ide egy vöfté, vagy nem túl erős? Sziasztok! Egy picit erős. Picit erős. Nem olyan rossz, mert egy kicsit legalább visszarázódunk. Itt a hosszú szünet után. Nagy volt a kihagyás. Igen. Úgyhogy hát most azért egy kicsit aktívabban tudom majd menni. Mennyire kell figyelnünk az időeredményt, vagy tulajdonképpen ez tényleg csak egy játék, egy örömautózás? Hát egy játék. Ez játék. Nem időre autózunk. Nagyon régen én szlalom versenyekre jártam, és egy kicsit most így felidézzük a régi emlékeket, ami egy jó pár évvel ezelőtt történt. Én mentem régebben is, és kezdem azokat a élményeket, bár a szervízbe, akár a gyorsaságikon, mert azt veszem észre azért épp nézegettem egy-két régi fotót, és azért egy kicsit többen álltak a pályaszélén. Hát egy kicsit... Valamivel egy kicsit löknének a rendezők, hogy egy kicsit színvonalasabbá tegyék, hogy csalogassák a nézőket is, meg a versenyzőket is. Igen, mert itt ez egy összetett komplex játék, tehát itt mindenki egymásra van utalva. Persze. Egy kicsit nagyobb élmény úgy kijönni egy kanyarból, hogy akkor 1000 ember ott van. Te is tudod. Egy kicsit azért az spanolja egy kicsit, igen. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz a további abban az évben, hogy ez is mennyire fog változni, hogy fog változni. Jobbra van az egyes? Nem. Már helyén egyeses? Igen. De megvannak a fokozatok. Megvannak, nem. Tehát jó. Nem, bonyolítjuk. Az más dimenzió. Igen. Én egyébként szeretem ezt a feelinget. Én nem is akarom ugye nagyon túl bonyolítani. Nem kell, van benne rajtprogram? Van, van, de nem használtam még. Tesó, csak így tovább. Köszönjük az élményt és a látványt. És az egész pályanyomvonala, hiszen azt látjuk, hogy a rendezők megpróbálták versenyző és nézőbaráttá is tenni az egészet. Picit ugyan szűk, ergo ugye kevesebb a végsebesség, kisebb a hibázási lehetőség is, viszont ügyesen kell terelgetni egy ilyen kardán keresztel ellátott hátsó kereken zsigát. Bárcsak elmondhatnám, hogy kevesebbet hibázok. Sajnos, mint látjátok, ez megint így sikerült, nagyon kopik a jobb hátulja, rengeteget kéne tanulnom, tapasztalnom. Gondoltam, hogy itt hátra sikerül egy kicsit
jobban elsajátítani a fortéjukat, de ez nem sokat hibázott, sajnos. Oké, hogy a hibázás benne van. Tehát én is estem rengeteget. Figyelj, aki nem hibázik, az nem melózik. Igen, igen. Te legalább mentél halatállatra, amivel az gyönyörű volt, le a talappal. És én ugyanezt tudom mondani, most elkezdjük ezt már fényezni, de azt, tehát láttuk, hogy látványos, jó az átfordítás, megvan a terhelésváltás, tehát a kezedben benne van, autókázol tényleg. Első kör a szégyen volt, második körbe kezdtem magam jól érezni. Mit gondolsz, hogy az ilyen fajta szlalom versenyeknek mekkora most a létjogosultsága? Főleg ugye itt a kis válság után és a karantén helyzet után azt gondolom, hogy minden hétvégén van rendezvény. De ezek az alapok mindenképp kellenek, és jó a feelingje, jó a hangulata. Igen, igen. Szerintem ezekre hatalmas szükség van. Én is jobban szeretem a tempós részeket, amikor jobban lehet. Igen, igen, kövéren engedni, de kéne ez a technika is, hogy bennem legyen, ezért is jöttem gyakorolni, hogy egy picit jobban ráérezzek, jobban tudjam időben visszapörgetni. A szűk pici részeket. Nagyon fontos, nagyon fontos. Hiszen a szűket szeretjük. Te sok király vagy. Ahogy mondod. Itt vagyunk, hála Istennek, Alsó Zsolcán, a tűzpiros viszont megvan. Ergo, meg az R5-re valahogy nem sikerült megtalálnunk a Gobert Brácsot. Nem, sajnos nem. Így van, csak az anyagiak hiányoztak, semmi más. Pedig ugye mondtad a Szilveszterrel, hogy az az R5 az, ami neked kell. Az odafordul. Ne is izgass fel a fantáziámat, mert tényleg így van, hogy az olyan autó, az neked van kitalálva. Ami nekem van kitalálva. Így de van. Tulajdonképpen ez a szalompálya nem neki való. Ez itt nagyon szűk. De legalább hát eljöttél egy kicsit kimozdulni. Persze, hiszen... már nagyon hiányzott egyébként. Tehát már nagyon-nagyon régen mentünk. Igazából húsvétkor mentünk egy tesztet a Mária Pócsi ringen. Az is az nagyon jól esett. Úgy ott azért abban a hosszúba lehet vele ezzel. Ez oda való. Igen, igen, ez ott jó is volt. Túlságosan szűk. De ne felejtsük el, hogy a szervezők tulajdonképpen ezt az egészet most kezdik újraéleszteni ebben a régióban. Itt ugye minirallik, sprintversenyek, annó még másfajta futamok voltak, de ilyen szlalomok nem annyira. Nem nagyon, viszont erre tökéletes maga a helyszín is. Be lehet zárni, el lehet zárni, sőt van benne egy Kemblock feelingetek is a csarnokban. Nagyon jó. Tehát, volt. Ugye igazán én mentem a lányokkal is, a fókusszal, és velük nagyon jó volt bent a hangárba. Nem érezted magad anyósnak? Nem, azért kellett nekik segíteni. Te húztad a handbrake-et? Én voltam. Itt én voltam az a bűnös, valljuk be! Igen, de hát ez kellett bele, hogyan? Mert egyébként nem fordulnak el. Bízunk benne, hogy lesz valami már ezzel a vírus helyzettel, reméljük, hogy most megszűnik. És nem kerül menni. Megint elő, bízunk ugye benne. Remezsgetik azt is, de ezzel nem kell foglalkoznunk, nekünk egy dolgunk van, állni a pedálon, és reméljük, hogy a szövetség is mindenképp partner minden szinten. Én azt hiszem, hogy az ilyen fajta rendezvényeknek van létjogosultsága, mert ez az első belépő. Így van, kellenek egyébként, és ide ezek a kis autókkal, amivel itt lehet pont, menni, azok kellenek. Akár így van. Ez nem oda való. Ez nem ide való. De legalább megpróbáltad, és én ezt mindig becsültem benned, hogy akkor is, ha tudod, hogyha nem sikerül, akkor is odaállsz. Minden így van. Majd megpróbálok menni még a fókusszal egyet. Te az, majd azt meg is megnézzük. Milyen volt az élmény így autókázni ezen a pályán? Mert azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez a fajta autó ezekkel az adottságokkal optimális is lehet ide. Hát először is nagyon fura volt. Úgyhogy mi voltunk itt, és nincs mellettünk pedálsor, és csak magunkra vagyunk hagyva. Izgalmas volt, és hát... Pisti tulajdonképpen Robi által valamiféle instrukciókat adott, vagy engedte, hogy menj a saját fejed után? Hát, hogy menjek, meg azért irányított is. Maga az egész lebonyolítást látjuk és tapasztaljuk, hogy szenzációsan össze lehet rakosgatva. Tehát rengeteg melója van édesapádnak ebben az egészben. De maga az autózás élménye az tulajdonképpen családból datálódik? Vagy te kitaláltad azt, hogy szeretnél egy ilyen menni? Vagy apád mondta, hogy igenis mész kislányom? Nem, mondta, hogy ezt teljesen rám hagyta. Ha szeretném, ha nem. És én szerettem volna, azért ugye édesanyukám is, meg édesapukám is így ezzel foglalkozik már nagyon régóta. Benne vannak ebben a körben. Igen, én meg szerettem volna ezt kipróbálni, és hát élvezem is. És úgy tűnik, hogy ez van a jövőképe? Igen, szeretném, hogy legyen.
Hát az nem lesz egy egyszerű dolog, ezt meg kell beszélni a szülőkkel, mert ugye a malacpenseit össze kell törni hozzá, de mindenképp jó belépő kategória, és talán a nyomvonallal is elégedettek lehetünk. Hát, az, hogy néhol csúszik, néhol nem. Igen, hát ez még negyen az eleje, még bele kell rázódni, de hát évek kell hozzá. Évek előtted az élet, drágám. Csokolom a kis kezelet. Milyen érzés édesapáddal autókázni, úgyhogy tulajdonképpen te vagy az irányító, nálad van a kormány. Hát nagyon jó érzés látni rajta, hogy izgult. Ez őszinte? Halál félelme van a jobb oldalon. Ezt nem mondta? Még, de most én mondom. Megosztom ezeket a titkokat. Mennyire aranyos egyébként tényleg maga a pálya nyomvonala, mennyire szimpatikus is az egész, és tök édes, hogy így csajok ezt az egészet közösen csináljátok. Számít-e az időbeli különbség, vagy hogyha egyáltalán ezt versenynek lehet tekinteni, akkor lesz ebből összeveszés, csajok? Nem lesz, szerintem. Meg most igazából inkább gyakorolni jöttünk. Köszönjük szépen! Drukkoljunk a csajoknak! Királyok vagytok, Ford Focus, Roberto rosszabb időt fog menni! Ha-ha! Azt lehet mondani, hogy egy ilyen pici autóval, egy ilyen pályán jót lehet autózni. Tök jó lett volna, megmondom az őszintét, az első kanyarban meghúztam a kéziféket, nagyon szépen kiadta, és a második kanyarban a kéziféknek a toló ugye elhajlott. Onnantól kezdve fogadta átsófék, és nem tudtam kéziféket csinálni, hogy nem volt jó, majd most megpróbáljuk, hát ha második körben jó lesz. Egyébként igen, az autó most fejlődött megint vissza, mert ugye a 207-es tavaly salgótaljánban gyakorlatilag megsemmisítettük. Igazából az most fél lett téve. Gombóc lett? Hát gombóc lett, igen. Fél lett téve, ez elő lett szedve. Ezzel fogunk most szerencsét próbálni az idén. Megpróbáljuk másosztálybajnokságba, most már az elég komoly másosztálybajnokságba felvenni a küzdelmeket. Igazából nem titok, hogy készül még egy harmadik kocsi is most. Az ugyanilyen lesz, csak széles. Jaj, az már sejtett valamit. Az már most egy olyan stádiumban áll, amikor már majdnem meg is lehetne nézni. De még ne áruljuk el, nem mutassuk meg senkinek, még titkos. Így van. Ez ilyen vészterv lesz. Mondtam is, hogy hát ez lesz majd a hújáró. Neki mondta, hogy persze, ilyen hújárót szeretnék. Én is szeretnék egyet. Szóljál, amikor ezeket így kidobod, hogy én is abban az irányba megyek. Igen, ez lesz majd a múlva autó, vagy lehet, hogy eladjuk, nem tudom, mi lesz vele, de egyelőre még most ez van. Szerintem az év jelentős részében ezzel megyek, és akkor majd az új autó az majd, ha egyszerűen megjön, akkor az lesz igaz. Frontos, nyomatékos autóval itt jó időt lehet abszolválni. Biztos jó időt lehetne abszolválni, csak kellene hozzá szalonversenyző. Én nem vagyok az. Kéne a ülés és a kormány közé valaki, mi? Így van, ki kéne cserélni a kezelőszervet. Azt hiszem, hogy életemben ez a harmadik szalonverseny, ahol elindulok. Ugyanaz a véleményem, nem nekem találták ki, de most ez van. Ugye a helyzet miatt ez a verseny van, itt kell indulni, nagyon jól érezzük magunkat. Szerintem flottul megy a történet, jó a szervezés, a pálya sem rossz, csak nem nekem való ez a szakág. Valamilyen úton, módon most egy olyan fajta kis csapat verbúválódott össze, és itt gondolok a versenyzőkre, szervezőkre, nézőkre, ami egy kicsit így visszaadja a hitünket. Igen, egy vissza az ősidőkhöz. Más ilyen szlalomversenyeken is látjuk ugyanezt a hangulatot. Ez tényleg úgy van, hogy mondod, jellemzően baráti a hangulat, mindenki szereti a másikat, segít a másikon, még senki sem akart megúvni senkit, igen, senki igen. Sem csalózta le a másikat, és még megverni sem akart senkit. Viszont hivatalos az időmérés, van rescue, van mentő, tehát ez egész tényleg legális keretek közé van szorítva idézőjelben, de mégis az érezhető, hogy mindenkinek van hozzá kedve, és hogy azt is látjuk, hogy sokan nem az időre mennek, hanem végre kiszabadultunk ebből a karanténhelyzetből, és játszunk egyet, nem kell szimulátorozni. Így van, és tényleg úgy van, az ember beleül végre újra a versenyautóba, visszajön az érzés, az adrenalin löket, vannak nézők is, tényleg teljesen jól érezzük magunkat, hasonlít egy igazi versenyhez. Arról nem és mindenki boldog. Most be kell hozni azt, amit ugye eltűnyúltunk az első fél évben, de ezzel mindenki tisztában van, hogy ez így lesz. Nem lesz egyszerű, ehhez kell a szövetség hozzáállása és a versenyzőké, meg a nézőké. És a szponzoroké is. Ott volt a varázsszó. Azt lehet mondani, hogy ezen a pályán egy ilyen Hondával, hogyha az ember ügyesen és precízen tudja irányítani, akkor jó időeredményt lehet autózni. Ez így van, igen, csak ugye most ugye a mai nap már a vírus miatt ugye szét lett szedve az autó, aztán most lett összerakva, de ez a nap legalább megmutatta, hogy
mi a hiba, mi a probléma. Mennyire szimpatikus maga a Honda? Tehát ez egy R3-as verzió, vagy csak egy A-s változat? Ez egy N-es verzió. Ez egy N-es verzió. Ez egy N-es verzió. Most lesz egy kis turpiság benne, úgyhogy majd meglátjuk, aztán készülünk a szezonra. Maga a szezon, az miben merül ki? Milyen futamokra tudunk eljutni, hiszen most rengeteg esemény lesz, rengeteg rendezvény, rengeteg verseny várható. Itt most azért logisztikázni kell, hogy ki hova tud eljutni. Hát az nem is egyszerű, igen. Ugye én 2019-ben kezdtem ezt az egészet, és amikor szem nem volt a rallyhoz, mindaz, amíg be nem ültem ebbe az autóba. Jó, megletünk, meg, igen, igen. Aztán tavaly letudtunk egy rally 3-as szezont, belekóstoltunk a rally 2-be is. Mennyire volt szimpatikus maga a pálya nyomvonala, mert azért ugye csúszós, poros, szűk, de mégis azért látványos, és azt lehet mondani, hogy mindenki számára, akivel beszélgettünk, boldogság sugárzott az arcáról. Igen, már jó a versenyautóba ülni ennyi kihagyás után, igen. Ugye ami történt itt velünk, úgyhogy mindenképp jó volt, annyi, hogy dobál, de jó a pálya. Jó, azt, hogy fölnyit a gép, tehát nem csukták le az elején a srácot, lecsukták, csak kirászkódott. Kirászkódott, el egy gyors kötözőzni legközelebb. Kértem, csak nem kaptam, úgyhogy mindegy. Amúgy is cserés lett volna a szélvédő. Így most már biztos. Teljesen mindegy, így van. Igen. Lesz ennek folytatása számodra is? Szerintem lesz, igen. Ugye? Igen. Muszáj, közelben vagyunk, úgyhogy igazándiból tetszik a pálya. Jó. Jó, mindenképp lesz van ebben ráció, igen. És nézd meg, vannak emberek, mindig jó az idő, igen. Az öreg kaporszakálló is megkegyelmezett nekünk. Úgyhogy bátya, sok sikert tovább. Köszönjük jobb. Szépen. Barton Andi, Ülkei Réka. Hála Istennek kimondtam, a jó kis Peugeot 206-ossal, ami egyébként ugye egy női autó. Azért van egy női navigátorom, és ő fedez engem. Viszont? Egy ilyen pályára, amit most ugye kijelöltek a szervezők, tökéletesen alkalmas tud lenni egy ilyen rövid tengelytávú kis méregzsák. Igen, elfér, főleg ha lenne kézifékem, majd ismerek egy srácot, aki tudott erre egy jó varázsszert. Én is ismert, hallottunk róla. Igen, hallottunk róla, lehet, hogy elkérem a receptet, mert ránk férne. Ugye ez a tréning utcai autóm, ezzel járok dolgozni is, tehát így próbálom ugye a versenyautónknak fölvenni a ritmusát, ugye ez a versenyautónk is. Egyben? Egyben. Meg a tempomba járom, a boltba járom. Nem, tehát ugye van nekünk Rally 2-ben 206-osunk, és akkor értelemszerűen a kezzel járjak minden nap is, hogy tudjam is, hogy kell kezelni. Én ugye nagyon régen kezdtem, 20 évvel ezelőtt, akkor voltak ezek a ilyen szalonversenyek, még Edelény, Mezőcsát. És igen, ebben a régióban mostában kibanak. Igen, és én ilyeneken nőttem föl, ilyen kis versenyeken. Úgyhogy nekem ez én kis nosztalgia. És ez a belépő kategória kell? Így van, kell. Aki azt mondta, hogy jól tudsz szalomozni, az már a prológon is jól fog menni. Onnantól pedig már a gyorsági csak annyi a különbség, hogy ötödikben vagy. Így van. És ott meg hamar jönnek a hát mágneses töltyfák. Hívjuk pontosan, csak őket így. Ezért van három karos széria otthon. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Sok sikert kívánunk nektek. Rally 3, Rally 2? Rally 2. Rally 2, én kérek elnézést. Alaphelyzetben egy ilyen fajta magas fordulatszámon működő Hondával, egy ilyen pálya nyomvonalon jó időt lehet abszolválni. Így van, így van. Én igazából nekem nagyon tetszik ez. Tehát a régi fajta ilyen kora szlalom, meg hasonlók itt Miskolc környékén nagyon, mikor még ilyen pici voltam, akkor még nagyon népszerűek voltak. Hát így van. És hogy egyébként szerintem jól abszolválható. Van benne egy elég erős per. Dolgozik elég erősen. Igazából egy panaszom van az autóra tényleg, de ez is csak annyi, hogy sokat kell tekerni a kormányt, mert nincsen benne a... Átalakított kormány. Igen, így van. De amúgy hibátlan, tehát hogy olyan szépen lehet játszani a kézifékkel, meg a sperrel. Tudod, ballabban is fékezel? Így van, persze. Hát ugye még váltani se kell, mert olyan hosszú az egyes. Tehát, hát, hogy tehát tulajdonképpen egyesben megy. Egyesben megyek, mint az a Hikomatrabant. Hogy... Tudom milyen a Hikomatrabant. Így van. De tényleg azt lehet mondani, hogy most egy jól megszervezett, jól lebonyolított történetnek lehettünk a részesei, és hiányzott már ebből a régióból ez a fajta csapatás, ez a fajta autókázás, és azt is láttuk, hogy nem mindenki időre ment, viszont nem volt feszültség. Az emberek mosolyogtak, és mindenki jól érezte magát. Így van, és ez nagyon-nagyon fontos. Igazából szerintem főleg az északi régióból, de a déliből is egy kicsit kikopott az, hogy eljövünk, bocsánat, semmi most kisípoljuk, hogy azért csak is megtehetjük azt, hogy itt jól érezzük magunkat, és akkor tényleg érezzük jól magunkat. Nem kell abba beleőszülni, hogy most ki fog nyerni. Jó, hogy szól tehát a Honda ilyen hangos kigyorsítást szeretnék? Hát, nem szabad, mert nem bírja a mikroport. Gépjárműveink tisztaságáért
a K2 autóápolási termékek felelnek. A rovat támogatója a 30 éves Duna Autó. Tesztelő rovatunkat a természet lágy ölén folytatjuk, és hát köszönjük szépen a vizuális élményt Szabó Veronika értékesítési tanácsadónak, de azt kell mondjam, hogy azért az autó sem kutya, amit elhozott nekünk, és most erről fogunk egy picit beszélgetni, nagyon fontos momentum, hogy női szemmel. Köszöntünk a műsorban. Én is köszönöm, hogy meghívtatok minket. Női szemmel miért gyönyörű a Volvo? Igen, és én tényleg arra vagyok kíváncsi, arra a szubjektív megítélésre, amit te tapasztalsz a kis palántázó cipőcskében, hogy ezt az autót tudod vezetni, mert nagyon ritkán hallunk ilyen információkat, általában mindig a férfiak mondják meg, hogy mi a tuti, itt most nálad a laszti, idézőjel. És a férfiak úgyis a műszakira fogják fektetni a hangsúlyt, mi nők az esztétikumra, a kültségre fogjuk talán jobban, meg az érzelmi indítatásra fogjuk fektetni a hangsúlyt. A külsején azt gondolom, hogy magáért beszél. A torkalapáccsal, a lámpákban mindent elárul. Ó, már szép. Egy Marvel rajongónak szerintem ez már hatalmas információ. De hogyha az autóba beülünk, és a kristályváltógomb, a bőrműszerfal, a gyönyörű világos belső, ez mind-mind olyan, ami megfogja egy nőnek a szívét egyértelműen. A vezethetőség a palentázó cipőimmel pedig. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerű és nagyon könnyű. Tehát hiába egy hatalmas autóról beszélünk, mégsem érzem azt pici nőként, hogy elvesznék ebben a hatalmas autóban. Nagyon-nagyon könnyű manőverezni a gépjárművet, és mindent parkolni, az úton, a dugóban állni, vagy bármi, tehát nem okoz problémát egy ekkora autóval közlekedni, meggyőződésre. Mindenben segít, meg hát egyébként is úgy mozdul, és úgy indul, ahogy annak lennie kell. Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen beleszerettél ebbe az XC60-ba? Határozottan igen. Ő lenne az én álmaim autója, igen. Nagyon fontos momentum, hogy biztonságos. Ez egyértelmű. Nőként, anyaként talán a legfontosabb, hogy akkor, amikor úton vagyok a gyermekeimmel, és hogyha vétlenként is belekerülök egy helyzetbe, akkor tényleg karcolás nélkül vegyem ki a gyermekeimet a hátsó ülésről, ez egyértelmű. Ne felejtsük el, prémium szegmensről beszélgetünk. Ez való igaz, igen. Én azt hiszem, hogy a tetőablakkal meg aztán felraktuk a pontot az íre. Most kénytelen nekem odaadni az autót, hogy menjek vele egy picit, de azért megpróbálom megfűzni, hogy ő is mondja el a gondolatait, hát ha sikerül. Nézzük akkor tehát az XC60 390 lóerős változatát. Mondom, hogy magas lovon csücsülök. Én kérek elnézést, azért ez tényleg prémium szegmens. Ugye négy kerékhajtásról beszélgetünk. Erről a motor, láttuk a kis turbócskát. A kardán alagútban, illetve a hátsó ülések környékén vannak az akkumulátorok. Ergo súlyelosztás rendben. Nem való versenyzésre, 180-ban van limitálva a végsebessége, de azt egyetlen helyen tudjuk kihasználni, úgy hívják Németország. A magyar utakra bőven elég a 130 tempomat. Természetesen ugye luxus verzióról van szó, tehát mindent megtalálunk benne. Aki kíváncsi ezekre az extrákra, az fölpattan a webre, vagy az internetre, és utána néz. Teljesen felesleges elkezdenem sorolni, hogy mennyi mindennel van felvértezve. Ez a svéd batár. És a batárt azt most értsük jól. Mert komolyan mondom, hogy 40-nel gurulok, és nem akarok több elmenni vele. De én most akkor a kis potméterrel átkapcsolom Power sportos vezetés üzemmódba. Egy pici gyorsulást azért nézzünk már, ne felejtsük el, honnan jövünk. Aha, és azért meglódítja ezt a nagy testet, a négyhengeres turbós. Nem akarok így menni vele, jó? Nem. Ez sokkal inkább cruisingolásra való. Egy gyönyörű plug-in hibrid autóban autózunk most, elektromos módon nyilván, hogy ez ebben a gyönyörű természetes környezetben káros anyagkibocsátásunk se legyen, és élvezzük a természet adta szépséget. Minden
lehetőség adott az autóban ahhoz, hogy biztonsággal és élvezettel tudjuk megtenni az útunkat a mindennapok során. Az autó gyönyörűen suhan hangtalanul, de ha arra van szükség, a 390 lóerő teljesítmény azért a megfelelő dinamikára és az élmény autózásra is ad lehetőséget számunkra. A Belbecsről pár szót. Igen, a szellőztetett bézsbőr, én azt gondolom, hogy önmagáért beszél. Napfénytetővel kombinálva pedig csodálhatjuk akár a csillagokat is. Rendkívül kis helyen fordul meg az autó. Tehát egy kétsávos út és egy busz megálló nagyságrendileg elég ahhoz, hogy egy talpon megfordítsam a gépjárművet úgy, hogy tényleg tűsarkúban vezetve ez semmilyen problémát, semmilyen nehézséget nem okoz. Ez bizonyítja a könnyű manőverezhetőségét az autónak, és azt, hogy bármilyen helyzetben abszolút a társunk lehet ez a gyönyörű autó. A rovat támogatója a 30 éves Duna Autó. Találkozunk két hét múlva a Digisport csatornáin. Természetesen akkor is lesz tesztelő rovatunk, illetve egyéb más érdekesség. Viszontlátásra mindenkinek, szervusztok!